Egy kamion és egy személyautó ütközött össze ma délelőtt frontálisan az 5-ös főúton Lajos Mizse térségében, az M5-ös autópálya csomópontjának közelében. A baleset során senki nem sérült meg. Helyszíni beszámolók szerint a kecskemét felől érkező török kamion vezetője a balra kanyarodást tiltó táblát figyelmen kívül hagyta, behúzódott az úttest közepére és frontálisan ütközött a szemből érkező személyautóval. A Lajos mizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, a helyszínre a mentők is kérkeztek. Szerencsére a járművekben csak a sofőrök ültek, ők nem sérültek meg. A kamionos jelentős összegű bírságot kapott a szabálytalanságért. A baleset és a mentés miatt hatalmas kocsi fel az érintett szakaszon. A múlt héten szintén egy török kamionos hagyta figyelmen kívül a balra kanyarodni tiltó táblát, és összeütközött egy megkülönböztető jelzést használó mentőautóval, amiben akkor két mentős sérült meg.